És már itt is vagyunk, ahogy azt a kedves nézőknek ígértük, német andást pedig nagyon sok szeretettel köszönjük. Jó reggelt, szervusz! Jó, szervuszt, jól jól regec, kicsit regec. sikerült zavarba is hoznunk, kérem. Ez kidúltam, nem kidúltam a a hajnali órákom. Hát szeretjük azt a tudást és azt a munkát, amit beleteszem minden nap abba, hogy a külföldi híreket, külpolitikai híreket hozott, szállított nekünk a HVG hasábján, úgyhogy hoztunk is neked néhány olyan szalagcímet, amivel azért érdemes, illetve annak tartalmával foglalkoznunk. Így például lesz egy BRICS csúcs találkozó, nagyon-nagyon sok irányból közelítettem meg rengeteg újságíró és szakértő. Elsősorban most arról kérdeznek, hogy mire számíthatunk szerinted ettől a találkozótól. E, nagyon érdekes időpontban kerül sorra a találkozóra, tehát Kazányban az Oroszországhoz tartozó Tatárföld fővárosában. Ugye Oroszország a soros elnök ennek a szervezetnek, ami alapvetően ugye India, Dél-Afrika, Dél Brazília, Kína és Oroszország részétével indult, most már kilenc tagállama van. Teljesen egyértelműen Oroszországnak van egy olyan célja, hogy ebből egy ilyen nyugat ellenes tömörülést hozzon létre, megpróbál párhuzamos szervezeteket létrehozni, tehát például az IMF, tehát nemzetközi valóta alatt, helyett egy sajátot, egy világbank helyett egy BRICS-es világbankot, mindenképpen dollártalanítani akarja a világkereskedelmet, tehát a Juant és a Rubelt próbálja előtérbe helyezni. Nagyon érdekes folyamat, mert többek érdekével egybe esik, többek érdekével pedig nem esik egybe ezen a szervezeten belül is. Tehát most ugye a kazanyi csúcson az öt alapító négy utólag felvett Államon kívül még további tizenvalamennyi van, tehát harminc valamennyi ország érkezett el. Ezek közül egy párat talán fel akarnak majd lenni, de a fő figyelem valóban tényleg arra fog irányulni, hogy párhuzamos szervezeteket hozzanak létre, emellett pedig teljes mértékben egy politikai cél Oroszországnak az bizonyítani, hogy Oroszország nem szigetelődött el, Mögötte áll a, a, a világ nagyobbik része. Tehát jönnek is a statisztikák, hogy a, már a BRICS jelenlegi kilenc tagja is nagyobb részesedéssel rendelkezik a, a világ gdp éből mint a g 7 tehát a fejlett nyugati államok. A népesség 45%-a a világnak szintén már ebben a kilenc országnak, a lakó, hát mondjuk Kína, India. Tehát ö, ö, mindenképpen ez egy, egy növekvő szervezet, de én ennek ellenére meggyődésem, hogy hogy nem lesz ebből egy koherens szervezet. Tehát még mondjuk azért a NATO-ban alapvetően olyan országok vannak, amelyek egy térségben vannak, egyfajta politikai berendezkedéssel, a gazdaságban sincsenek nagyon nagy különbségek, a BRICS-ben ez egészen másképpen, van, tehát egyszerre tag, vagy lehet, lehet, lehet majd Pakisztán és India, amelyet így, 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 tudjuk, hogy milyen állap viszonyban van egymással, ugyancsak ugye Irán érdeklődik, de a dél amerika uh, arábiát már tulajdonképpen felvették, csak nem ratifikálták. Ez a két államnak a viszonya is erősen uh, rossz, tehát meg ugye tá távolságban is a világ egészen másik részén, aztán az Egyesült Arab Emirátusok is ennek tagja a szervezetnek, amelyeket egy gazdag ország, Banglades is érdeklődik, amely tehát nagyon sok különböző érdek, nagyon sok földrajzi helyzet, tehát én nem hiszem, hogy ebből tényleg egy egységes szervezet kijön. picit, ha például a tagországok közül Kínát kiemelhetnénk, akkor az ő szerepe is érdekesen és izgalmasan alakul ezen a találkozón, hiszen lehet tudni, hogy Putyinnal tárgyalnak folyamatos kapcsolatban vannak, lehet tudni azt is, hogy folyamatosan harcol Amerika hegemóniája ellen, és ezt szeretné demonstrálni is, hogy ők itt vannak, és most már tényező, hanem a tényező. Egykoron ők is létrehoztak egy óriás bankot pontosan az amerikai mintára vagy az ellen, viszont mindeközben azt mondják, hogy nagyon kell vigyázniuk arra, hogy ne legyen túl túlszoros ez a kapcsolódás Putyinnal. Na, hogyan lehet jól lavírozni akkor egy ilyen találkozó és események viharában ebben? Ez is nagyon érdekes és nagyon fontos, mert ugye egyrészt Oroszországnak ugye mutatnia kell, hogy vannak szövetségesei másodszorban, Oroszország azért tart Kínától, tehát Kína népessége, gazdasága tízszerese legalább Oroszországénak, míg az 1950-es években inkább a Szovjetunió diktált ebben a kapcsolatban, most egyértelműen Kína az, amelyik erősebb, és Oroszország rettentő mértékben nagyon sok mindenben függ Kínától, tehát hogy hova adja el az energiahordozóit honnan szerez be kettős hasznosítású eszközöket, amit az ukrajnai háborúban tud felhasználni. Tehát Kína tényleg labíroz a háború előtt, tehát az ukrajnai háború előtt arról volt szó, hogy ez az orosz-kínai barátság, ez ilyen limit nélküli, határ nélküli, most azért már Xi Jinping kínai elnök csak jó szomszédnak nevezi Putyin, még Putyin testvérének nevezi a kínai elnököt. Ebből is látszik, hogy Kína egyrészt valóban harcol az úgynevezett amerikai hegemónia ellen, viszont abban is, azzal is tisztában van, hogy a kereskedelmének a nagyobbik részét Európában nyugat európában és az USA-val bonyolítja le, tehát semmiképpen sem akar teljesen egyértelműen Oroszország mögé állni. Az Európai Unióban döntés született arról, hogy a lefoglalt orosz vagyonok terhére hitelt nyújtanak Ukrajnának. Ezt, hogy a Fidesz nem támogatta, az nincsen meglepett senki, mert pontosan tudtuk, hogy ez lesz. A TISZA párt sem támogatta. Azt közölték, hogy minthogy minden ilyen karácsonyfa, olyanok ezek az Európai Uniós döntések, van rajta minden, egy csomó olyasmi, ami tetszik is az embernek, meg olyasmi is, ami nem. A TISZA párt itt azt emelte ki, hogy itt a fegyvervásárlásokkal kapcsolatos aggályok miatt tartózkodnak. Ettől a Magyar ennek a magyarász... határozatnak megszavazását. láttam. Engem ez egy magyarázkodás szaga van ennek a dolognak. Olyan érzés. Hát az van, is. Hogy a, tiszapárt Tisza párt próbál valahol középen elhelyezkedni és mindenkinek tetszeni. Tehát ugye most építkezik ez a párt, és azt is tudjuk, hogy valószínűleg ők is nézik a kutatásokat, amelyek szerint nem teljesen egyértelmű, ha szabad így fogalmaznom, Magyarországon talán egy támogatása, tehát ők arra is bazíroznak, hogy azokat is megnyerni, akik nem adnának Ukrajnának fegyvert, hogy... Hát hogy ne lehessen rájuk sütni Igen. a háború pártiság. Igen, csak ugye ez egy lassan egy ilyen segideg sem meleg állásponttá kezd válni, ami viszont például nekem feltétlenül nem tetszik, másnak is valószínűleg nem tetszik, nem azt mondom, hogy én határozom meg azért a magyar közvélemény, de ez már nem az első olyan téma egyébként, a pár próbál nagyon középen elhelyezkedni, viszont amit meg ugye 56 ügyében csinálnak, az, az, viszont hatékonyabb lesz. Én nem értem, hogy miért kellett ezt azért mégiscsak, tehát az, az Európai Néppárt teljesen egyértelműen Ukrajna mellett áll, azért az is látszik, hogyha Ukrajna nem kapja meg ezeket a fegyvereket, amelyeket ez a csomag is részben tartalmaz, akkor nem lesz képes a végtelenségig, vagy nagyon sokáig tartani ezt az orosz előre nyomulást, ami azért sajnos tart, tehát szépen lassan Oroszország megy nyugat felé, van ez a Pokrovsk nevezetű város, amelyik valószínűleg heteken ebből eleshet, ami egy fontos erődítményvárosa volt Ukrajnának. Azt mondja a magyar miniszterelnök, a szlovák, a szerb és a magyar miniszterelnök csúcs találkozó tartott, a migrációs paktumot ki kell hajítani, és új szabályok kellenek, ez az egyik állítás az ő részéről. A másik fontos fejlemény viszont a szlovák nyelvtörvény készülő átalakítása, ahol akár erről lehetett is volna alkalma Robert Fico szlovák miniszterelnökkel beszélni ezen a csúcs találkozón, ami a korábbiakhoz képest visszalépést jelentene a magyarok nyelvi jogainak tekintetében. Hát Én ezt a, a nagyon komoly visszalépésnek tartom, és már vártam azt, hogy esetleg hadat üzenünk Szlovákiának is. Tehát ez lényegesen durvább ez a nyelvtörvény abban a formában, amit most Szlovákia akar, mint amilyen jel... Ellen, teszem hozzá, jogosan tiltakozik Magyarország-Ukrajna esetében. Tehát itt nagyon komoly pénzbüntetéseket helyeztek kilátásba. Ugye ez már egy régi törvény, amit nem feltétlenül tartottak be, és a, a végrehajtási szabályok nem voltak egyértelműek, de hát ugye most, hogy centről fogjuk mérni, hogy mi van magyarul kírva, és mi van szlovákul kiírva, Tehát ez, ez valóban... tervezett csak minisztériumi szinten, tehát hivatalosan még törvényjavaslat se. Ez, ez igaz, de, de, de valamit ugye, tehát Ficónak is el kell indulnia valamerre felé, és azért úgy ismerjük ő a múltját. Tehát amikor még nem voltak ilyen jó barátok Orbán Viktorral, akkor a szlovákiai magyarokat, magyarokat sértők jelentéseket, tehát Magyarországot sértők jelentéseket tesz. Tehát én ilyenkor mindig azt érzem, hogy, hogy ugye Fico is viszonylag nacionalista, nem is kicsit, Orbán Viktorban is most már van egy egyfajta nacionalizmus, és ezek a nacionalista vezetők tartósan én szerintem nem tudnak együttműködni, tehát soha nem lesz a nacionalisták internacionálja, és ez megint látszik. Tehát ha bármi probléma van egy országban, akkor nagyon könnyű előszedni egy kisebbséget, Szlovákiában a magyar lehet elővenni. Ugye, ha már a migrációs paktumról is szó ejtettek ezen a találkozón, ott azért Orbán Viktor többször kiemelte, hogy ezt így ki kell dobni a kukába, azt mondjuk már korábban is megtette. Ilyen szempontból például azokkal az országokkal, akiket úgynevezett harmadik országnak nevezik meg, mint biztonságosból. Bon. Bármilyen tárgyalási folyamat van, melyik országokról lehet egyáltalán beszélni? Mert az biztos, hogy valami érdeke valamelyik országnak kell, hogy fűződjön ahhoz, hogy ő ezt be akarja fogadni. Egy olyan dolgot, egy olyan történetet, amit egyébként az európai országok nem, vagy nem igazán akarnak, vagy egy jelentős részük nem szeretne már. Hát ez általában ilyen pénzügyi kérdés szokott lenni, tehát egy ilyen biztonságos harmadik ország, Törökország, amelyik ugye minden évben eurómilliárdokat kap, de ilyen biztonságos harmadik ország lehet a, a balkáni útvonalnak az eleje, tehát akár Görögország, akár Macedónia, akár Szerbia, tehát Szerbiában is viszonylag sok menekült vagy migráns gyűlt össze a Szerbia számára ez egy viszonylag komoly probléma, tehát ugye azt is tudjuk, hogy ott fegyveres összecsapások is voltak a magyar határ környékén, tehát Szerbia esetében is szerintem pénzzel Európai Uniós felvételi opciókkal lehet, meg látjuk ugye Albániát is, tehát ott ugye az olaszok hoztak létre egy ilyen tábort, ami vagy működni fog, vagy nem, de ez megint ugye pénzkérdés, Albániának pénzt ígértek be másodszorban az Európai Uniós csatlakozás megkönnyítését, tehát ez akár működőképes is lehet, de ugye felvett komoly emberi jogi problémákat is, tehát hogy mennyire alaposak ezek az eljárások, tehát hogy mennyire történik az, hogy ezeket az embereket például Albániában, ugye, hogy az olaszok kimentenek a tengerből, mennyire alaposak ezek az eljárások, mennyire mindenféle vizsgálat nélkül küldik őket haza. De, de abban van igazság, hogy ezt a menekült kérdést jó részt Európán kívül kéne megoldani, például azzal, hogy, hogy segíteni ezeket az országokat, ahonnan ezek a menekültek tényleg százezer millió számra elindulnak, mert én nekem az a meggyőződésem, hogy, hogy, migráció, ami ott az emberiség van, azóta van migráció, a szegényebb, elmaradottabb helyekről mennek a fejlettebb országok felé, akár átlásd a római birodalom idején, és ugye a keletről érkező népek söpörték el végül Rómát, tehát a migráció... Csak nem akarunk erre a sorsa jutni, mint Róma. Nem, és vannak, de nem csak Rómát, tehát mást is elvitt. Tehát én nem is tudok olyan időszakot, amikor nem volt komoly migráció, mi is migránsok vagyunk tulajdonképpen, tehát mi is keletről jöttünk itt ilyen ezer évvel. Ezelőtt. Az tisztázotta -e már, hogy visszatekintve akár 2015-ig a Szíriából érkező migrációs hullámban Moszkvának mi volt a szerepe? Uh, teljesen egyértelmű, hogy ott volt egyfajta uh, szándékos vagy nem szándékos uh, orosz részvétel. A nem szándékos, hogyha próbálok naív lenni, akkor az, amikor ugye Oroszország beavatkozott az egész szíriai válságban, onnantól fogva ez még durvábbá vált. Lehet tudni, hogy, hogy még komolyabbak lesznek ezek a menekült hullámok. Hogyha pedig ugye, ugye konkrét példát akarunk, pár évvel ezelőtt Lengyelország határán jelentek meg tízezer számra, részben Szíriából érkezett migránsok, akik orosz segédlettel, orosz csárteljáratokkal Kerültek Oroszországba, majd onnan Belarusba és onnan tovább a lengyel határ felé. Tehát teljesen egyértelműen Oroszországnak van egy ilyen szándéka, hogy ezt a menekült válságot tovább roncsa Európában. Tehát nem ez az egyetlen módszer, amivel Oroszország hát próbál az egyenlíteni a terület az A területszerzési célja is folyamatosan, most nem csak Ukrajnáról beszélhetünk, de ugye a moldovai választás a hétvégén nagyon izgalmas volt, hogy ott milyen döntést hoznak az állampolgárok, és tényleg csak egy hajszálom múlott, hogy ők akarnak-e vagy az európai irányba húzni, vagy sikerülnek -e azok, vagy me, beváltják a hozzájuk fűzött reményt azok az orosz kezdeményezések, amely gyakorlatilag arról a meggyőzésről szólt, hogy ne akarjanak ebbe az irányba csatlakozni és elkezdeni együttműködni. Itt még számíthatunk további fejleményekre, vagy ez az oktatás, az elfog szerintet csinálni? Mindenképpen várhatunk. Tehát ugye november 3-án lesz a második fordulója az elnökválasztásnak, és ugye Maja Sandu, aki egy Európa párti politikus, 41%-ot szerzett, és ez a, meg, nagyjából annyi, mint amennyit jósoltak is a közönkutatások, viszont az ellenjelöltje, aki orosz párti, ő sokkal többet kapott, tehát 10% helyett 26-ot, tehát az oroszok érezhetik úgy, hogy ez a fajta vesztegetés, propaganda hadjárat sikeres, és mindenképpen azt fogják megpróbálni, hogy a másik jelölt mögé álljanak be a többiek. De még egy mondat talán, hogy ugye a hétvégén meg Rúziában lesz parlamenti választásot. Ugyanez a probléma, tehát ott is Oroszország nagyon benne van, ott a hatalmi, hatalmon lévő grúz állompárt van viszonylag jobb Oroszországgal. Olyan törvényeket fogadott el ez az valaha grúzia függetlenségét, vagy Európai Uniós irányultságát támogató párt, ami a, a a civil szervezeteket, a, a független médiumokat, az LMBTQ közösséget e, szorítja hátrányos helyzetbe. Tehát ugye ott hétvégén lesz választás, ott megint a, a grúzok arról fognak választani, inkább Oroszország vagy inkább az Európai Unió felé indulnak, és ott inkább az orosz párt is fognak győzni. Nagyon röviden az Európai Parlamentben megemlékeznek az 56-os forradalomról ez a történelmi e, eseménynek kiáró tisztelet, vagy pedig azért ezt értékeljük aktuál politikával? Ez mind a kettő szerintem, tehát ami Magyarországon az utóbbi etekben folyt nyilatkozatok formájában, az, 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 eléggé vállalhatatlan volt, és ezt, ezt mindenki kihasznál politikai okokra is. Német Andrásnak, a HVG újságírójának nagyon köszönjük, hogy én én itt Köszönöm én. szépen a lehetőséget.